Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném folytatni egyrészt, amit a Zoli is mondott, most ahogy így hallottam, illetve amit múlt héten elkezdtem az elhívással kapcsolatban. Ugye nagyon fontos az, hogy tehát például itt Sámsonnál is látjátok, tehát ebben az esetben is, hogy Isten feladatot adott nekünk az életben. Tehát az, hogy megszülettünk, és itt élhetünk a Földön, ez felszerelt Isten bennünket minden olyan képességgel, amivel azt a feladatot el tudjuk látni, ami az életprogramunk. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg azok a talentumok, amiket felfedeztél magadba, az azért van, vagy mások felfedeztek benned, az azért van, mert van egy programja Istennek veled kapcsolatban. Ahogy látjátok, hogy Sámsonnál az volt, hogy nem lehetett borotva, hogy érje a haját. Ugye mi gyakorlatilag minket kilőtt ebből Isten, mert biztos, hogy a születésed után már olló, meg egyéb dolgok érték a hajadat. Tehát nekünk nem így készíti el Isten a feladatunkat. De látjátok azt, hogy már azt mondta, hogy ő szabadítja meg a filiszteusoktól Izrael népét. És ugye ebben azért van egy nagyon nagy kijelentés, mert lehet, hogy sok ember szenvedett már a filiszteusoktól, és sok ember mondta azt, hogy hát akkor ha már ennyit szenvednek, akkor én is bekapcsolódok ebbe, hogy hát ha Isten rajtam keresztül fogja megszabadítani az Izrael fiait a filiszteusoktól. Viszont elhívás nélkül, feladat nélkül ez nehéz. Azért nehéz, mert Isten, amikor valakinek feladatot bíz rá, akkor ott lesz vele. Tehát nem hagyja egyedül. És amikor Isten feladatot bíz rád, akkor tudhatod, hogy az ellenséged, a sátán mindent el fog követni, hogy elpusztítson, elveszítsen, és kudarcba fulladjon az életed, a dolgok, ahogy alakulnak az életedbe. Viszont, ha ott van Isten veled, akármilyen nehézségbe kerülsz, tudd meg, hogy mindig meg fog szabadulni abból. Ezért ne keseredjél meg, ezért ne sértődősködjél, ne keseredj meg, mert hát ha ott van veled Isten, hát akkor ki van ellened? Ha Isten veled van, hallod? Ha Isten veled, akkor kicsoda ellened? Mondd utánam, ha Isten velem van, kicsoda akkor ellenem? Tehát tudhatod, hogy győztes leszel. Csak nyilván lehet, hogy át kell menni nehézségeken, lehet, hogy át kell menni olyan dolgokon, de Isten, ha veled van, akkor ki lehet ellened? És nézzétek meg, hogy Sámsonnál, ugye az elhívásnál is, hogy belekerülsz ebbe. Tehát nem az, hogy te gürized végig, hogy valahogy belekerüljél, nem az, hogy te számítod ki, te tervezed meg, te alakítod ki azt a dolgot. Hát úgy, ahogy Sámsonnál fogta, beleszeretett egy filiszteus lányba. És nem értették, hogy mi ez az egész. A szülei nem értették. És akkor azt mondja, maga az ige elmondja, hogy hát ez az Úrtól volt. Tehát, hogy értitek, hogy amikor elhívás van az életedben, akkor Isten kezdeményez, és nem te. Biztos, hogy ámen? Amen. Tehát Isten kezdeményez, és nem te. És amikor Isten kezdeményez, akkor ott van veled, mert oroszlánok is vannak az úton. És amikor ezekkel az oroszlánokkal találkozik az ember,
akkor el tud, tehát az élete vagy megfélelmedik, elfut, de nézd meg, amikor Isten veled van, akkor nem futsz el. Nem hagyod el a helyed, hanem akkor az oroszlánnak ott helybe, ahol megtámad téged, ott győzöd le, és ott gyűröd magad alá. Tehát ez is beletartozik az elhívásba, és én szeretnék nektek most arról beszélni, hogy pontosan, amikor mi azt mondjuk, hogy elhívás, és megint azt szeretném nektek mondani, amikor ugye a keresztényeknek a többsége azt mondja, hogy elhívás, apostol, proféta, tanító, pásztor, evangélista, akkor valamit ebből én is szeretnék. De az elhívás az két dolgot jelent, ezt jegyezzétek meg. Amikor egy ember elhívást kap az életébe, akkor két dolgot kap az életébe. Az egyik az, hogy az elhívásnak az egyik jelentése az, hogy magához jönni kéret. Tehát ez a meghívás, elhívás. Tehát ha te elhívsz valakit magadhoz, vagy az otthonodba, akkor te azt az embert be akarod vonni a te jelenlétedbe. Tehát nekünk az elhívásunk alapja, és az első, amit fel kell fognunk, az az, hogy minden feladat, pozíció és akármi is jár ezzel együtt, az első célja az elhívásunknak az, hogy Isten magához enged bennünket. Tehát ez az elhívásunknak az alapja, és nézzétek meg, a 2 Mózes 19-hez, ha lapozunk, akkor itt látjuk ezt a prototípust, vagy hogy mondjam, tehát amikor ez megjelenik Izrael fiainak az életébe, tehát egy közösségnek az életébe, és azt mondja itt a 19. harmadik verszaktól. Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván, ezt mond a Jákob háza népének, és ezt ad tudtára Izrael fiainak. Mit mondjon Mózes? Mit adjon tudtára Izrael fiainak? Azt mondja, ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon, és figyeljetek, magamhoz bocsájtottalak titeket. Tehát megengedte Isten Izrael fiainak, hogy közelítsenek hozzá, és tehát ez már velünk kapcsolatos, hogy személyes kapcsolatunk legyen Istenhez, és majd a földi életünk után vele találkozunk, az ő jelenlétébe kerüljünk bele, és az egész örökké valóságot az ő személyes jelenlétébe éljük. És erre kaptunk meghívást Istentől. Tehát neked is az életedbe erre van elhívásod. Ezzel párosul, ahogy hallottátok az előbb, hogy van szentség. Hogy olvasunk olyat, hogy szentség nélkül senki sem látja meg az Istent. Fú. Nagyon csöndbe vagytok mostanában. Tehát szentség nélkül nem látjuk meg az Isten. Miért? Mert Isten tűz. Tehát a mi Istenünk, amikor arról beszél, mi megengedte Isten, ugye, sőt, az újjászületés által mondhatjuk azt, hogy atyám. Mondhatjuk azt, hogy abba atyám, tehát mondhatjuk azt, hogy apuci, apukám, de nem úgy, mint tudod, a feleség, apukám. Tehát mondhatjuk Istennek kedveskedően, hogy apa. És ez nagyon jó dolog. Csak nekünk azt is látnunk kell, hogy az, akire mi azt mondjuk, hogy apa,
Ő egy félelmetes Isten. Ő egy rettenetes Isten. És amikor, tehát az ember belegondol, hogy egy napon mindenki oda fog állni. Egy napon mindenki találkozni fog azzal a tekintettel, azzal a jelenléttel, azzal a tűzzel. És ott meg lesz, tehát tudjátok, mert mindenkinek van egy gondolata magáról, másokról, és az, hogy ez jó, nem jó, de hát igazából az, hogy most egy másik ember mondjuk mit mond rólam, vagy az, hogy Isten mit fog mondani. Amit ha ő mond valamit, az örökké valóságba lesz következménye. Ez félelmetes. Ez ad egy Isten félelmet az embernek, és ráadásul atyának hívhatjuk őt. És azt mondja, aki személy válogatás nélkül ítél. Tehát ott nem az lesz, hogy tudod, én jobban próbáltam megzsírozni, megolajozni a kapcsolatot. Nem, ha nincs személy válogatás, akiről beszélünk, annál nincs, nem lehet trükkökkel, meg egyéb dolgokkal, nem lehet ki eszközölni nála, hogy ő mondjuk mondjon pozitívat, vagy negatívat. És ez Isten félelem kell, hogy legyen bennünk. És ezt akarta megtanítani Isten Izrael fiainak, hogy ember, ha van elhívásod, akkor társuljon hozzá Isten félelem. Hogy nem csinálhatsz akármit, nem kezdhetsz akármit, mert ha Isten azt mondja, hogy megengedtem, hogy közelíts hozzám. Megengedtem. És amikor ezt mondta Izrael fiainak Isten, akkor ugye meg mondja Isten igéje, hogy Izrael fiaival kapcsolatban, hogy elhívott papság. És ha megnézitek, hogy milyen áldozati rendszeren keresztül kellett közeledni Izrael fiainak Istenhez, a főpapnak ahhoz, hogy bemenjen a sátorba és a templomba, hogy ne halljon meg, milyen ceremoniális dolgokat kellett végigvinni, akkor azt mondod, hogy húha, itt vigyázni kell azért. Tehát ez nem csak arról szól, hogy apuci. És azt mondja itt, hogy magamhoz bocsájtalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém. Óriási. Hát gondoljátok el, hogyha így végignézzük az emberi történelmet, csak nem mondom ezt végig, hanem csak az, hogy kellett 1600 év körülbelül Ádámtól a Noé özönvizéig, és Isten megengedett mindent az embereknek. Ott nem volt büntetés. Ott nem volt olyan, hogy azt mondta volna, hogy ezt ne csináld. Ez lesz a következménye, ha csinálod. Ott egy dolog volt. Azt mondta Isten, aki megöli Káint, az fog büntetés alá kerülni. Tehát gondoljátok el, milyen világ volt az özönvíz előtt, milyen szabadságot adott Isten az embereknek, és milyen liberális volt tehát az akkori Ádám, tehát az Ádámtól Noéig a társadalom, hogy mindent meg lehetett tenni, és nem kérdezhette meg egyik ember a másikat, te miért csinálod ezt? Ha valaki azt mondta, hogy hát a szomszédnak a telke az kell nekem, átment,
megszerezte. És senki nem kérdezte meg tőle, hogy miért csináltad ezt. Gondoljátok el azt a világot. És az egész abba torkollott, ez az emberi szabadság, abba torkollott, hogy ember, megromlottak az emberek, gonoszakká váltak annyira, hogy maga Isten is azt mondta, hogy megbánta, hogy az embert megteremtette erre a világra. Gondold el, hogy a szabadság és a liberalizmus, hogyha eltolódik, túltolják, akkor visszahat az emberre, és tönkre teszi a személyiségét. És szerintem ma ennek lehetünk a tanúi, és ezt láthatjuk, hogy nincs egy fék rendszer az embereknek az életébe, és áttolják a társadalomba, és értitek, tehát megházasodhatsz egy robotgéppel, a porszívóddal, ha akarsz. Tehát vannak olyan országok, hogy az a szabadság ott tart, hogy a porszívódat elveszed feleségül. És ha megmersz szólalni, akkor néznek furcsán, hogy várjál már te, tehát milyen régi őskövület vagy, hogy ilyet meg akarsz akadályozni. Hát az emberek azt csinálnak, amit szeretnének, szabadságuk van. De köszönjük szépen, az emberiségnek egy időszaka az megmutatta, hogy mibe torkollik bele ez a szabadság, és ugyanúgy fogja Isten lezárni ezt a korszakot, és ugyanígy Istennek az ítélete rá fog áradni. És tudom, hogy sok ez mondja, hogy ítélet. Tehát Isten, igen, Istennek van ítélet, és nyilván van a Róma levél új szövetségben, Róma levél első fejezetében el is mondja, hogy ez nyilván van, ez a harag, és ez az ítélet az emberekkel kapcsolatban Istennél. De Isten miért? Mert ő szent Isten. És ő be akar téged és engem fogadni az ő jelenlétébe, és meghívást ad. És amikor meghívást ad, ő tudja, hogy ő kicsoda, és tudja, hogy mi kik vagyunk. Hogy mi meg vagyunk fertőzve a bűnnel, a halállal, betegségekkel, átkokkal, olyan gondolkozás, torz gondolkozásokkal, gondolkozásmóddal, vagy torz életvitelekkel, hogy ez nincs összhangba ő vele. De ő mégis ad meghívást, hogy gyere! Gyere! Hallod ezt, tudod, hogy mit jelent? Hogy az elhívással együtt jár a feladat, hogy valamit kell kezdenem magammal. Ez nem úgy van, hogy Isten ad elhívást, meghív bennünket, hogy menjünk ő hozzá, de nekünk semmit nem kell csinálnunk. Magunkkal. Minden jó úgy, ahogy van. De hát nem minden jó. És ezért az Úr, ugye itt, amikor azt mondja, hogy tehát amire akartam utalni, hogy jön egy új világ, jön egy új emberiség, úgymond Noén keresztül, Noé családján keresztül, és Isten azt mondja, hogy figyeljetek, én ezt a bálványimádó embert, a sok Isten hívő embert, Ábrámot kiválasztom Úr Kázdimból, csak úgy, hogy ő belőle nép legyen, meg fogom áldani természet feletti módon, hogy tudjon szülni a felesége, hogy ő is tudjon gyermeket nemzeni, hogy ott, amiből nem lehetett volna semmi, azon keresztül egy nép jöjjön létre, és elviszem arra a földre, amit majd később oda fogok nekik, az utódainak, oda fogok nekik adni.
Ez a kiválasztás. Ez az elhívás. És ezt Isten indítja el. Ez nem ember kezdeményezi, nem Ábrahám jelentkezett. Uram, itt vagyok. Engem válasz ki. És persze, van, amikor ilyen is van, amikor Ézsaiást egyszer csak megnyílt látomásban Istennek a temploma, és azt mondja, hogy betöltötte az Úrnak a palástja, az egész templomot. Egy olyan jelenlét lett ott abba, tehát az atmoszférába, olyan isteni jelenlét lett, hogy hallod rögtön Ézsaiás azt mondta, hogy Uram, tisztátalan nép között lakok, tisztátalan ajkam van. Tehát rögtön szembesült, hogy Isten jelenlétébe rögtön szembesült, hogy nekem változásra van szükségem. Hallod, amikor Istennek a jelenléte leszáll közöttünk, az nem csak arról szól, hogy de jó, milyen élményt ad az Úr, ne kell az is. Nem? Tudom, hogy van, aki azt mondja, hogy de hát az élmények nem kellenek. Dehogy nem. Kell az ige, és kell az élmény. Nézd végig a Bibliát, hogy élmény nélkül, az Isten jelenlétébe való élmény nélkül, hogy változott volna meg az életük? Hogy mentek volna ki démonok? Hogy gyógyultak volna meg emberek? Kell ilyen is. De ez az élmény azt mutatta meg Ézsaiásnak, hogy valami nem stimmel velem. Érted? Hogy valami nem stimmel, és ráadásul nem tudom magamat megváltoztatni. Ahhoz Istentől kell, hogy jöjjön egy tűzdarab, hogy megérintse a száját, hogy egy isteni jelenlét átjöjjön a mennyből, hogy amit kapott, hogy széthúzták a függönyt előtte, és belelátott abba, hogy milyen kerubok vannak ott, milyen jelenléte van Istennek, és szembesül azzal, hogy változásra van szükségem. Hallod? Neked is, és nekem is szembesülnünk kell, hogy változásra van szükségünk. Amen. Hogy nem vagyunk befejezett lények. Kell, hogy változások legyenek az életünkbe. Nem Isten fog változni. Hallod, amikor sokáig úgy érzed, hogy be van fékezve a menny. Nem Istennek van szüksége változásra. Neked és nekem. Ő benne nincs a változásnak árnyéka. Nekünk kell megnézni, hogy mit kell másképp csinálnom. Mit kell megváltoztatnom. És amikor az ember ezzel szembesül, jön a megoldás. Ameddig nem, addig nyitott marad. Addig nem fog változni semmi. Addig keresed a változást, de nem fog jönni semmi változás. Csak akkor, ha rájössz, és szembesülsz, hogy mi a baj, és mi a gond, és egy tükröt tart Isten igéje, hogy megmutassa, hogy hol kell a változásnak létrejönnie. Ezt meglátta Ézsaiás. Ki is mondta? És abban a pillanatban jött a kegyelem. Felszabadult az életébe az Istennek a kegyelme, és megjött a megoldás is, megjött a válasz is az életére, és meg is tudott változni Ézsaiás. És annyira bírom Istentől, hogy megengedi, hogy belehallgatózzon Ézsaiás próféta
belehallgatózzon az Isten, majdnem azt mondtam, hogy párbeszédébe, de nem párbeszéd volt, hanem hat szem közti, most így mondom, de tehát beszélgetésébe, és annyira bírom Istent, hogy így mondja ebbe a jelenlétbe, hát kit küldjek el? Hát persze csak Ézsaiás van ott. Hát miért kérdezi Isten? Hallod, a jelenlét, a palást. Te rád is rád kell, hogy essen az Istennek a palástja. Te is a palást alá kell, hogy kerüljél. Ott történnek a dolgok. Ott történnek a változások az embereknek az életébe, hogyha a palást, ki terjeszt Isten ezt a palástot föléd. És akkor mondja, kit küldjek el? Ki megy el nekünk? És hallod, én azt bírom a legjobban, hogy ezzel együtt Isten elküldi. És azt mondja, ugye mondja, engem küldjél. Jó, elküldelek. Mi lesz a feladat? Kövérítsd meg a népnek a szemét, szívét. Ne halljon, dugd be a fülüket, hogy ne halljanak. A vakítsd meg a szemüket, hogy ne lássanak. Hogy ne értsenek a szívükkel. Hogy meg ne térjenek. Köszi, Uram, a szolgálatot. Már bele van kódolva, ebből feszültségek lesznek, bajok lesznek, sok gondom lesz ebből az egészből. De látod, senki nem mondta, hogy könnyű. És hallod, Isten mindig a nehezebb utat készíti elő az embernek. Ezt jegyezd meg, amikor lenne könnyebb út, akkor tudd meg, hogy nem a könnyebb út van az Úrtól. Sajnos, elszomorítottalak titeket. De ha bevállalod a nehéz utat, akkor az Úr ott lesz veled. Támogatni fog. Azt mondja, megújítja a megfáradottaknak az erejét. Azt mondja, erőt ad a megfáradottnak. Sasszárnyakon hordoz. És megtapasztalod a győzelmet. Tehát azt mondja itt Isten igéje, magamhoz bocsájtlak titeket. Hát emlékeztek, amikor Istenek a jelenléte, ott van Jákob, amikor Bételnél, amit később Bételnek nevezett el, hogy ott lesz majd az Isten háza, akkor azt mondja, hogy álmot látott, és látta az Urat. Az első találkozása Jákobnak, a csalónak, aki ellopta az áldásokat a testvérektől, az első találkozása Istennel az volt, hogy látta álmában. Hát ez egy élmény. Az már más kérdés, hogy ez egy horrorisztikus élményként élte át. Jákob felébred, és azt mondja, amikor elsőtted magához tér, azt mondja, rettenetes ez a hely. Fú, milyen durva az, hogy Isten, tehát amikor elhívja az embereket, kell, hogy legyen az embernek egy olyan tapasztalata is Isten, hogy azért félelmetes, azért rettenetes. Az itt nem lehet szórakozni, az itt nem lehet azt csinálni, amit az ember akar, hogy a feje, ahogy áll. Mert itt ez rettenetes. És tehát ez az első, amit így meg kell látnunk, hogy a hívás, az azt mondja, gyere, gyere hozzám.
Megyünk, urunk. Mert a te szereteted megérintett. És az ember közben ezen az úton meg kell tanulnia az Isten félelmet is. Ahogy jár ezen az úton. Ugye erre mondják azt, hogy nem csak édességekkel laksz jól. Kell mindenféle ételre szüksége van az embernek. És kell olyan étel is, hogy az ember meglássa, hogy hú, a mi Istenünk rettenetes Isten. A másik, hogy az elhívás, a másik jelentése, az feladatot jelent. Tehát nem pozíciót jelent az elhívás, hanem feladatot jelent az elhívás. Tehát van egy feladata az embernek, és ez nem arról szól, hogy akkor pozíciót kap az ember, hanem feladatot kell véghez vinnie. És ugye tehát feladatra, szolgálatra rendel Isten. Én azt írtam fel, hogy ugye az elhívás, az ember mindennapi munkája, feladata. Tehát ez tág értelemben a mindennapi munkája, a mindennapi feladata az embernek, amit lelki ismeretesen és erkölcsösen betölt és megvalósít. Viszont ugye az egyéni életben és az Istennel való életben viszont ez azt jelenti, hogy van egy célja az embernek, és van egy célod neked is ebben az életben. És ha ezt a célt nem találod meg, akkor árnyék életet fogsz élni itt a Földön. És kiesel abból, amire azt mondja, tehát amire olvasod Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, Dáviddal, hogy azt olvasod velük kapcsolatban, hogy beteltek az élettel. Hogy megelégedtek, hogy az ember azt mondja, hogy igazából amiért éltem, és élek, és éltem, azt éltem azt az életet. Hogy nem az van, hogy az ember a halálos ágyán azt mondja, hogy de jó lett volna más életet élni. Neked hogy van benned? Elégedett vagy azzal az élettel? Persze nyilván vannak szükségek, de alapjáratba elégedett vagy azzal az élettel, amit élsz? Vagy mindig van egy ilyen belső valami, ami nem engedi, hogy megnyugodjál? Azt mondja, többféle feladat van, amit én írtam. Például el lehet különíteni társadalmi feladatokat is. Ezt is kell, hogy tudják a keresztények, az elhívás nem azt jelenti, hogy csak azok vannak elhívva, aki a gyülekezetbe szolgál. Hanem a társadalomban, az oktatás, nevelés, egészségügy, a politika, a rendvédelem, és egy csomó minden más gazdasági területeken. Tehát elhívások vannak. Nagyon nagy volt, valaki írta nekem múlt Isten tisztelettel kapcsolatban, vagy az üzenettel kapcsolatban, hogy, és nagyon jól eltalálta. Azt mondja, megértettem, hogy a mezőgazdaságban van elhívásom. Dicsőség az Úrnak. Érted? Nem úgy dolgozik az ember, hogy szitkozódik, káromkodik, mit keresek én itt, miért kell nekem ezt csinálnom, hanem belül egy teljes megelégedés van az emberbe, hogy a mezőgazdasági munkákban ott van az elhívása az embernek. Értitek? Tehát, hogy ne egy ilyen, tehát találd meg, tehát nem mást akar leutánozni, és nem másnak az elhívásába, azért, mert neki sikerült az, vagy látsz sikeres embereket, és nekem is ilyen kell, hanem találd meg, ami neked, ami a te feladatod. És például olvasunk ilyeneket társadalmi feladattal, például, hogy
ugye Róma 13.4-ben olvasol ilyet, hogy Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig gonosz cselekszed, félj! Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja. Bosszú álló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Tehát például a rendvédelemmel kapcsolatban az is elhívás. Társadalmi elhívás van sok olyan embernek, akik nincsenek is megtérve, vagy akik meg vannak térve. És mi a feladat? Hogy a társadalmi életet őrizzék, védjék, elrettentésül is legyenek, hogy ajjaj, ha valami hülyeséget csinálok, akkor lesz annak következménye, és börtönbe lehet kerülni ezek miatt, és van egy visszatartó ereje. És ha nem buksz le, akkor is stresszelsz, mert attól tartasz, hogy hajnalban mikor fog nem bekopogni, hanem rátörni az ajtót, mikor fogják. Ez egy stressz. Ez a rendvédelem is. Tehát ebbe van benne. Azt nem mond, hogy Feri, nem félsz, hogy hajnalba. Jó. Mert nincs is mitől félned. Nem csinálsz olyat. Hát tényleg nem. Tehát én ismerem a Ferit, tehát tényleg nem csinál olyat. És például látod, azt mondja, Isten szolgálja. Ő a te javadra. És vannak notórius visszakerülők, tudod, a börtönbe, azokat nem is kéne kiengedni. És milyen felelősség van azokon, akik eldöntik, hogy menjen, kimenjen, vagy ne menjen. Folytatni fogja, vagy nem fogja folytatni. Tehát a társadalom is egy közösség, ahogy felépül, van fej, van nyak, van test, és van a karok, van. Tehát így kell látni a társadalmunkat. És ebbe Isten elhelyez embereket. Múltkor gondolkodtam, hogy például valaki mondjuk adminisztrátor, mondjuk egy kormányhivatalba, és az egész nap a munkája, hogy adatokat visz be. És mondom, kizárt dolog, hogy tehát még a kezdetén, tehát hogy külön vannak az adminisztrátorok, a, tudod, hogy ilyen filmekben, ilyen kategóriák, tudod, ilyen futurisztikus filmekben, meg ilyen, tudod, tinédzserek szeretik az ilyeneket, hogy ilyen csoportok jönnek létre, már nem is tudom, hogy vannak a, nem tudom, a, mondjatok valamit, tehát biztos láttatok ilyet filmet. Nem mertek megszólalni. Norbi, te csak láttál valamit. Vannak a béközépek. Tehát társadalmilag tehát elrendezte Isten, hogy jól működjön a társadalom. Tagokat helyezett be a testbe, hogy jól működjön a társadalom. De ugyanígy van az egyházba is, hogy tagokat helyezett be, hogy jól működjön az egyház, a test. És például egészségügybe, ugye amikor azt mondja a Kolossi levél, köszöntiteket Lukács, a ma szeretett orvos. Tehát látszik, az egészségügybe is Isten elhív embereket. Akkor látod, politikusok, azt mondja a Dániel 4.29-ben, ugye Nabukodonozornak mondják, hogy kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz lakozásod, és mondja, füvet adnak enni, és ott 7 idő múlik el feletted. Azt mondja, amíg megismered, hogy a fenséges Isten uralkodik az emberek birodalmát, és annak
adja azt, akinek akarja. Tehát, hogy Isten felemel királyokat, most bibliai nyelvezettel, vagy dönt királyokat. Tehát ezt ő adja. Ez egy hivatás. És megszólítja Isten például Círust a Ézsaiás könyvébe, hogy mi a feladat, hogy hazaengedd a népemet. Ezek feladatok vannak. Amikor Eszter királynébe került, a szépsége által királynő lett, akkor megmondta neki a nagybátyja egy adott pillanatban, hogy figyelj, lehet, hogy veled ez azért történt, gondold meg, hogy pontosan ezért, ami most akarnak Izrael népével tenni a zsidókkal, te éppen ezért kerültél arra a helyre. Van, amikor Isten előre gondoskodik megoldásokról, és te lehet, hogy nem érted, mit keresel ott. És eljön az az idő, amikor megérted, hogy miért kell neked ott lenned, miért kaptál az emberektől bizalmat, miért lettél a tévében benne, miért lettél a bizonyos emberek körül, és az ember egy idő után megérti, hogy ja, hát ez a cél. De vannak egyházi, és egyházon kívül, és egyházi feladatok is vannak. Például úgyis majd a végén szeretnénk gyűjteni. Nézd meg, van a Róma levél 12:6-ban azt mondja Isten igéje, mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak. Eredetiben azt mondja, mindenkinek közülünk. Hallod? Mondd azt. Nekem is. Van ajándékom, amivel az élet feladatomat meg tudom valósítani. Külön-külön ajándékaink vannak. Azt mondja, nekünk adott kegyelem szerint. Ráadásul különbségek vannak ezekben az ajándékokban. És azt mondja, írásmagyarázás, hitnek szabálya szerint teljesítsük, szolgálat, a szolgálatban tanító, a tanításban intő, intésben, adakozó szelídségben, elöljáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. És figyelj, azt mondja, hogy tehát azt mondja, van olyan szolgálat és feladat, hogy adakozó. Tehát nem tudhatod, hogy te miért vagy gazdag ember. Vagyis tudhatod, csak a célját lehet, hogy csak később tudod meg. Te meg csak nézed állandóan, hogy milyen könnyen tudsz pénzt csinálni. És egyszer csak olvasol ilyet, hogy van ilyen, hogy adakozó. Ez egy külön szolgálat. Ez egy külön, tehát nem mindenkire vonatkozik. Erre most azt mondod, de jó, akkor rám nem vonatkozik, hogy adakozó vagyok. Erre meg azt mondja a 2 Korintus 9:7-ben Pál apostol, azt mondja, ki, amint eltökélte a szívébe, és itt megint azzal, hogy mindenki. Na most akkor hogy is van ez? És rájön az ember, hogy például, amit tegnap mondtam el Odászon, hogy van olyan, hogy a kézrátevés szolgálata. De ez nem mindenkinek adatott meg. De a hívők rátehetik a kezüket nem hívőkre? Rá! Na azt mondja Jézus, hogyha elmentek evangélizálni, és hirdetitek az igét, azt mondja, az én nevemben démonokat üztök, új nyelveken szóltok, betegekre teszitek a kezeteket, és azok meggyógyulnak. Tehát ez nem hivatásról szól. Tehát ez nem hivatalról szól, hogy meggyógyulnak a betegek,
Kimennek a démonok, hát azt te is imádkozzál, és kimennek a démonok. Hallod? Otthon, kezd el! Kezd el a családba! Kezd el az asszonnyal! Kezd, folytasd a gyerekekkel! És utána működik, akkor azt mondja egy másik ember oda, olyan, hallod, tudsz imádkozni értem is? Vagy elmondod, evangéliumot hirdetsz, elmondod egy embernek, hallod, meg tudsz gyógyulni ebből. Tényleg? A Jézus nevében gyógyulj meg. Hát ezt mondta Jézus, a hívők betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak, a betegek. A hívők démonokat üznek ki. Hát kezd el a családoddal. Hallod, a szellemi hatalmadat gyakorold. Én ezt csináltam. Elmentem evangelizálni, és mondja, ott, akivel beszéltünk, azt mondja, én úgy a dohányzást úgy elhagynám, de én úgy érzem, hogy itt belül valami állandóan újra és újra ebben tart, ebbe a függőségbe, szomjúságot hoz létre a cigi iránt. És akkor ugye nem volt, tehát pár egy-két hónapos megtért lehettem, és ugye nem, tehát most már bölcsebben csinálnám, és mondtam neki, hát figyelj, tudod mi az? Az egy démon. Ami benned van, és sóvárogja ezt az érzést, meg ezeket a, tehát kialakítja ezt a függőséget. Ha kimegy az a démon, akkor nem fogod kívánni a cigit. És akkor mondja, mit csináljunk? Hát mondja, gyere, imádkozunk. És én voltam a legjobban meglepődve, amikor rátettem a kezem egy ilyen evangelizációs, tehát ott a klubban, meg ott a régi haveri körben, ráteszem a kezem, mit csináljunk? Hát csukd be a szemed, koncentrálj Istenre. Ráteszem a kezem, mennyi atyám, köszönöm, hogy adtál hatalmat, hogy kígyókon, skorpiókon tapossunk. És akkor érzem a kezemet, hogy így jár. Felnézek, tiszta vörös a srác. Be van nagyon vörös a arca, mindene, rázza a fejét. Köszönöm, hogy adtál hatalmat, kigyókoskodott, mondom, tapossunk. Tapostam egyet, az elkezdett üvöltözni. Kiüvöltötte magát. Megkönnyebbült. És felnéz, tiszta a szeme. Azt mondja, olyan könnyű vagyok. Hát mondom, kiment a démon. Meg is tért utána. Csak az ember, így kezdtem. Érted? Tehát én honnan tudtam volna, hogy most ez lehet, vagy nem lehet. Vagy katonaságon. Bizonságot teszünk az ember. Nagyon sokan megtértek katonaságon. Bizonságot teszünk az ember. Mondd el velem ezt az imát! Erre jön a gyűlis, tudod, ki van képezve. Ezt nem, gyere Georgis, akarok mondani neked valamit. Mondom, mit szeretnél? Mondom, pont most akarja elmondani, ez már. Figyelj, ilyet nem lehet csinálni. Vigyük el majd a szabad napon, vigyük el a gyülekezetbe, és ott csak evangélisták mondhatják el ezt az imát. Hát, mondom, lehet, hogy nálatok így megy. De hát, ha most van itt a lehetőség, most történik ez. Miért ne adja át az életét Jézusnak? Aztán majd, ha akkor elmegy gyülekezetbe, aztán mindenki előtt is megteheti. De miért akadályozzuk őt? És megtért. Tehát, de amivel kapcsolatban akartam mondani, viszont ugye sok embernél kérdés, hogy akkor hogy van a kézrátevés?
Most akkor lehet imádkozni, vagy nem lehet? Mert ugye sokan megsértődnek emiatt, hogy azt mondjuk, de te ne imádkozz kézrátétellel, a másik meg imádkozál. Hát az, hogy az egyházon belül ez egy hatalmi, tekintélyi, tehát cselekedet. Tehát azt, amit te megcsinálhatsz a evangelizálás közben, olyan emberekkel, akik most akarják hallani az evangéliumot, megteheted, csinálhatod. De ha bejössz a gyülekezetbe, itt van egy rend, és nem boríthatod fel ezt a rendet az egyházon belül. És ezért megvan adva, hogy kik azok a hatalom, tehát hatalom gyakorlói az egyházban, vagy olyan szellemi emberek, vagy presbiterek, hivatalokban álló emberek, vagy diakónusok, akik megtehetik ezt az egyházon belül. Mert a kinn a folyosón elkezded a kezedet rátenni, akkor zavart okozol ezzel. Tehát ezért kell ezzel óvatosan lenni, hogy van hivatal, és van, amit a keresztények megtehetnek, például mindenkiben benne van a profétálás szelleme. Azt mondja, akinél ott van a Jézus Krisztus bizonysága, azokban ott van a profétaság szelleme. De ez nem azt jelenti, hogy a profétai hivatalba beállsz, és azt hiszed, hogy azért, mert proféta suliba elkezdesz járni, azért ezt az egyházon belül csinálhatod. Értitek? Mert ezzel zavart kelt az ember, mert a profétálás nem az, hogy az ember a másikról megmondja, gyere ide, Misi, én azt látom, érted? Mert teljesen mindegy, te mit látsz. A profétálás az az, hogy beszélsz, és nem is gondolod, hogy te bátorítasz, buzdítasz valakit, elmondasz egy bizonyságot, nem kell elét, most pedig profétálok. Tehát ez hivatal. De ez nem te, tehát nem egy átlagosan mindenkire vonatkozik ez, hanem ez, ennek van egy, ilyen nem követelményrendszere, de az megmutatkozik egy embernek az életútjáról, döntéseiről, szolgálatáról, hatásairól, gyümölcseiről, minden. Tehát, és különben is a Biblia azt mondja, hogy ne fogadjátok el automatikusan, ha valaki profétál, hanem ítéljétek meg, azt mondja. Tehát az embernek kutya kötelessége megítélni ilyen dolgot, pláne, ha a gyülekezet előtt akarja ezt csinálni. Tehát elhívásról beszélek nektek, és vannak olyan elhívások, mint vállalkozók, vannak egyházon belüli elhívások. Például nézzünk egy pár ilyet. Nekem adott kegyelem által mondom, mindenkinek közöttetek feljebb ne bölcselkedjen, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát ez is nekem óriási az, hogy én azt hittem 20 évesen, hogy mindent tudok. Istennek a dolgairól. Elkezdtem olvasni a Bibliát, minden, nem tudom már hányszor elolvastam, én már olyan, elmentem teológusnak. Miért már? Tudom. Hallod, és tudod, mi a legszörnyűbb? Minél többet él az ember ezen a földön, annál jobban rájön arra, hogy nem tud semmit. És ha nagy dolgokkal, vagy mond akkora, most én mondok egy olyat. Hát mit mondasz olyat?
Hát nézd meg, az a szamár, vagy az a kakas csak elkezdett kukorékolni, és meg tudta változtatni egy embernek a szívét. Te meg mondasz egy olyat, hogy semmi nem változik. És erre mondja az Pál apostol, hogy tehát följebb ne bölcselkedj most azért, mert hogy amiben van kijelentésünk, amiben van látásunk, amit belül Isten megerősített, ha az működik, ember, csak az a kicsi működjön, az a lényeg. És ezt kell megtalálni magadba is, nekem is magamba, az a kicsi, az a valami ott legbelül, az működőképes legyen, különben nincs semmi értelme. Lehetek nagy evangélista, láttam olyat is, hogy valaki kiakasztotta magára, budapesti evangélista. Az igaz, hogy senki nem tért meg. De a gyümölcs, érted? Tehát, hogy legalább az a kicsi valami, amit meg tudott ragadni, azt, abba álljál meg. Azt tudjon működni. Hát, hogy működőképes legyen az ige az életünkbe. Ez pedig nem azzal jár, hogy óriási tudásod van. Persze legyen tudásod. Legyen látásod, legyen világosságod, legyen diplomád, legyen érettségid. Nem erről szól, csak a kettőt ne keverjük össze. Hogy az, ami működik, az nem az ismeret, hanem a valóság, ami belejön az életünkbe és a szívünkbe. És azt mondja, hogy kinek adta Isten a hit mértékét. Azt mondja, mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak ugyanaz a nem ugyanaz a cselekedete van. Figyelj, mit rontanak el keresztények? Hogy a keresztények azt hiszik, kijövök ide, a Georgis imádkozik értem, vagy más gyülekezetvezető, vagy mások imádkoznak értem, és meggyógyulok. Hallod? Tudod, mi ezzel a probléma? Az, hogy az a gyógyulás, az az áldás, ami nem a te hited által jött létre, azt el fogja lopni az ördög. Ha nem fejleszted a hitedet, akkor el fogja venni tőled az ördög. Ezért mondja Jézus, tartsd meg, ami nálad van. Őrizd meg, ami nálad van. Lehet, hogy oda került hozzád, de neked fejlesztened kell a hitedet, hogy meg is tartsd azt a dolgot. Nem elég eljutni és megszerezni valamit, hanem az is kell, hogy az ember megtartsa azt a dolgot. Nem elég az áldásba belekerülni, meg is kell tartani azt az áldást. És ez Isten, ha fejleszted a hitedet, ezt Isten meg fogja tenni az életedben. De amikor az ember erre nincs felkészülve, és jön az ellentámadás, akkor azt mondja, hogy ja, hát akkor igazából nem is áldott meg Isten, tapasztaltam ezt meg. Csak ez véletlen volt, hogy jobban lettem. Hát volt olyan is, hogy valaki úgy gyógyult meg, hogy nem tudott járni. Az otthonába, a WC-be úgy járt, hogy hason csúszva ment a mellék helyiségbe, és ne annyira nem tudott járni, hogy a botja, ott volt a kezében a botja, és tyúk lépésben tudott járni. Hallod, és az ima után bot nélkül, fájdalom nélkül tudott járni. És tudod, mi a szörnyű? Hogy nem lett tanítva a hitre, nem lett tanítva Isten igéjére, és elvesztette a gyógyulását. Mert te azt hiszed, hogy mivel megkaptam a gyógyulást, az az enyém, ez akkor innentől ez így is marad. De nem. Jegyezd meg, hogyha valamit Istentől kapsz, az meg lesz próbálva, és az ördög el akarja venni azt tőled. És ha nem vagy felkészülve rá,
akkor el is fogja venni. És ezért mondja itt Isten igéje, hogy a hitben fejlődj, hogy a hitnek a mértékében ne maradj benne, nem elég az a hit, ami működött benned 1 évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. Ma sokkal nagyobb hitre van szükséged, mint ami volt akkor benned. Mert sokkal nagyobb az ellentámadás, sokkal nagyobb azok az erők, amik meg akarják hiúsítani azokat a dolgokat, amiket Isten odaadott neked. El akarják veszíteni azt, de neked növekedned kell a hitbe. És ezért nekünk arra is figyelni kell a gyülekezetben, hogy ne legyünk notórius imádkozók, tehát imakérők a gyülekezet végén. Mert vannak emberek, akik notóriusan hétről hétre imát kérnek, de hol van akkor a te hited? Mert az, hogy egyszer-egyszer, az belefér. De különben hol van a te hited? Azt el fogja venni az ördög, ott nem lesz áttörés. Valószínűleg azért jössz előre hétről hétre. Mert nincs áttörés, mert ha lenne, akkor nem jönnél előre. Ha előre jössz, az azt jelenti, hogy nem volt áttörés. De akkor nem veszed észre, hogy valamit másképp kell csinálni? Lehet, hogy most nem az én hitemre van szükség, hanem te hitedet fejleszd, növeld, építsd. És meg fogod látni, mert Istennél van az, oké, egyszer ment, kétszer. Bébi keresztény vagy. Segít így Isten. De amikor azt mondja, ember, most már állj a lábadra, járkálj. Nem ezt csinálták velünk a szüleink? 2-3 éves, vagy nem tudom hány évesen. Mondjuk, mennyi? 1. És nem később kezdtem. Beszélni is később kezdtem. És beszélni mikor? 1-2. Én szerintem 3 elmúltam, mikor megszólaltam. Azóta meg csak beszélek. De hallod, van egy pont az ember életében, amikor Isten azt mondja, itt vagy, állj a lábadra, tessék, járj. De hát elbukok, elbukjál, majd felállítalak, és kezd megint. Tanuld meg, tanulj meg hitben járni. És ezért nagyon fontos, hogy ne legyünk gyerekek a hitben, hanem növekedjünk, érettekké váljunk a hitben. Fejlődjünk a hitben. És nézd meg, azt mondja, cselekedete van. És elmondok nektek még valamit a hittel kapcsolatban, csak azért, hogy tudjon működni. Hallod, a hit, ugye van, amikor definiáljuk a hitet. A hit, mi a hit? A hit nem látod dolgokról, bizonyosság, remélet dolgok valósága, és akkor mondtad, de mi a valóság? Ilyen absztrakt dolgoknak tűnnek, hogy most mi a hit? Hallod? Jakab apostol nagyon egyszerűen megmagyarázza. A hit az egy cselekedet. Ennyi. Ezen elmélkedhetsz, gondolkozhat. Ha nem csinálod meg, nem fog működni. Hallod? Húha, hallod, megint olyan csönd van. Hallod, a hit az egy cselekedet. Ha nincs cselekedete annak a hitnek, ami benned van, az nem fog működni. Nem fog reagálni Isten. Tehát cselekedetbe kell, hogy meglássa Isten azt, hogy te hiszel és bízol a szavában. Az egy cselekedet. A cselekedetre reagál. Megbontották a tetőt. A guta ütött embernek a barátai. Mit olvasol? Látta Jézus a hitüket. De hogy látta? Hát, hogy csináltak valamit. Azt, amit csináltak, azon keresztül látta Jézus
a cselekedetükön keresztül a hitüket. Hát gondold el, vérfolyásos asszony 12 éve beteg, egyre rosszabbul van, elköltötte már a vagyonát az orvosokra. És gondold el, hallott Jézus felől egyik nap. És gondold el, hogyha ő azt mondja, a hit a reménylet dolgok valósága, a nem látható dolgokról való meggyőződés, és otthon ül, és ezen morfondírozik, hogy ő hisz. De várjál már, hát nem csinál semmit. Hát mitől várod a gyógyulást, a változást, ha nem követi a belső meggyőződésedet, egy cselekedet? És ezt nagyon jól tudta, ezért mondta, mit fogok csinálni? Oda megyek, megérintem, és meggyógyulok. Tehát látjátok, cselekedet, ha nem cselekszel, csak elmélkedsz, az nem fog működni. Ha csak vágyakozol, de nem cselekszel, nem fog működni. Amikor ott volt Péter apostol a csónaknál, és jön Jézus a galileai tengeren, hú, de jó lenne ott lenni. És azt mondja Péter Jézusnak, Uram, ha te vagy, szólj, hogy menjek a vizeken, én is járjak. És azt mondja, gyere! De hát, ha ő nem csinál semmit, ha nem lép ki, nem cselekszi, akkor nem történt volna semmi. Látjátok, a hit az egy cselekedet. Ezért mondta Jakab apostol, hogy mutasd meg nekem a te cselekedeteidből, mutasd meg a hitedet, és én is meg fogom mutatni, vagyis mutasd meg a te hitedet a cselekedeteidből, és én is megmutatom a cselekedeteimből a hitemet. Tehát ez nem beszédből áll. A hit nem beszéd, nem beszédből áll elsődlegesen, hanem cselekedetből. És amikor gyakorolják, tudod, mit vettem észre, hogy amikor gyakorolják a keresztények a hitüket, akkor, és azt mondják, hogy hisznek, akkor homlok egyenes más cselekedeteket csinálnak, mint amiben hisznek. Istenem, csodálkoznak, hogy miért nem működik az, amiben hisznek. Mert ez nem hit. Vagyis hit, csak halott hit. Halott, mert nincsenek cselekedetei. Ugyanolyan, mint a holt test. Ha nincs benne szellem az ember testébe, azért tudsz bólogatni, mert ott van a szellem benne vagy a testedbe, és ott van a szellemed a testedbe. Ezért mozog, csinálsz valamit a testeddel. De egy ember kiköltözik a testéből, beáll a halálnak a pillanata, kimegy a szelleme a testéből, ugyanaz a test, ami előtte mozgott, nem mozog. Nem tud semmit se csinálni. Nem tud megszólalni. Nem tud semmit se csinálni. Ne? Halott. Test az. És azt mondja Isten igéje, hogy az a hit, aminek nincsenek cselekedetei, az meghalt. Az halott hit. Nem működik. Nincs válasz Istentől. Ha akarsz Istentől választ, akkor a hitedet mutasd meg cselekedetekkel. És most még egyet hadd mondjak, hogy a hited az nem a vágyad. Hallod? A hited nem az, amit te elterveztél. A hited nem az, amit te gondolsz, elálmodsz, megtervezel. Az nem hit, az a te vágyad. A vágyadra hiába csinálsz cselekedetet, az nem fog működni. A hit hallásból van. A hallás Isten igéje által.
azt mondja Isten igéje. Ez azt jelenti, hogy Isten prédikálókat küld, olvassuk ezt fel, Róma levél 10. fejezetében, csak hogy lássátok, hogy ez is elhívásnak a része. Azt mondja, mert valaki, azt mondja az írás 11. verszaktól, valaki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Hallod? Van egy jó hírem neked, hogy ha hiszel Jézus Krisztusba, nem fogsz megszégyenülni soha, hogyha igazi, valódi hited van. Lehet, hogy átmész nehézségeken, de megszégyenülni soha nem fogsz. Mert nincs különbség zsidó, meg görög között, meg romák között, magyarok között. Nincs különbség, azt mondja. Miért? Mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. Tehát miért nem szégyenül meg az, aki hisz? Azért, mert Isten kegyelemmel gazdag mindenkihez, aki hisz. Kegyelemmel gazdag. Hallod? Ez azt jelenti, hogy kegyelemmel gazdag, hogy Istennél ott van az a kegyelem, ami meg tudja változtatni az életedet, házasságodban helyre tudja állítani a dolgokat, vagy különböző problémákat ki tud hozni problémákból. Istennél ott van az a kegyelem. És figyelj, mit mond. Azt mondja, kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul, megtartatik, meggyógyul. Hallod? Kimennek démonok, ez te is, ha hittel. Szeretné megszabadulni démonoktól? Szeretné megszabadulni átkoktól? Betegségektől? Fél, nagyon egyszerű. Higgy! Higgy! Nem azt mondja itt az ige? Ha valaki, itt mondja, azt mondja, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul. Nincs mese, megszabadulsz. Csak segítségül kell hívnod az ő nevét. Vannak problémáid, amiből szabadulást keresel? Ami a változást keresel? Hogy megoldódjon az a nehéz helyzet, mert nem te magad nem tudod a képességeiddel megoldani. Van ilyen? Akarod most segítségül hívni az Úr nevét? Na figyelj, mondd utánam, hittel. Ó, látom már, ez izgalom. Na, rögtön megváltoztatok. Tudod, eddig néztek. Most végre történhet valami. De tényleg történhet, hallod? Tényleg történhet valami. Ez tőled függ. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul. Mondd utánam. Uram, én most a te igédet hallva segítségül hívom a te nevedet, és megszabadulok. Ezért én most segítségül hívlak. A nevedet, Jézus, segíts! Jézus! 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 Segíts! Mondjad, mondjad! Kiáll segítségül az Úr nevét! Ne hagyd abba! Továbbra is! Mondjad, Jézus! Jézus!
Jézus! A névben van benne a szabadulásod. Nem az emberek fognak rajtad segíteni. Nem az embereket, hogy elmondod, hogy ilyen probléma, olyan probléma. Szoktam mondani imádkozás előtt az embernek, hogy miába mondod? Én nem vagyok orvos, és még gyógyítani se tudok. De ha Jézusnak mondod, de ha Jézusnak a nevét segítségül hívod. Emlékeztek a sánta emberre, aki koldult Péter apostoltól, meg János apostoltól, és ránézett, és azt mondja Péter neki, hogy nézd, mi ránk. Az ránézett, a szemeit rá, rögtön. Valami most történik, történni fog. Ahogy Zorán is énekelte, valaminek most történnie kell. És rájuk nézett, hogy most valami történni fog. De látod, ő benne, tehát nem a Péterékben volt az, hogy most ők valamit csinálna, hanem kell, hogy legyen egy várakozás, egy figyelem. Azt mondja, rájuk figyelt, reménység jött létre, nem az volt benne, hogy na jó, gyorsan tedd rám a kezed, ennyi volt, aztán majd túl leszünk rajta, úgyse fog sikerülni. Hanem létrejött egy várakozás. Hallod a csodák, a megoldások. Tudod, hogy jönnek létre benned, hogy várok, vársz. Várakozás jön létre benned, hogy most történnie kell valaminek. És ha abban olyan jelenlét van, hallod, működni fog. Nekem volt olyan, hogy olyan jelenlétben voltam, mondom, pont szükség volt, nem tudom, egy nagyon nagy összegre, ugye a tetőt, meg nem tudom, miket kellett csinálni, ki lett számolva, mennyi, néz az ember egy nagyot, hogy ez most akkor hogy. És akkor olyan ez a jelenlét ott van, ez nem mindig szokott ott lenni egy gyülekezetben. És pont egy olyan alkalmon voltam, hogy egy olyan istentiszteleten ott volt ez a jelenlét. És mondom, na most megragadom. Az embernek észre kell venni a szívével és a szellemével, hogy van, amikor nem helyén való azt kérni, mert nem fog az, tehát nincs az a atmoszféra jelen. De amikor ott van az az atmoszféra, ki lehet használni? És rögtön mondtam az Úrnak, Uram, ennyire meg ennyire szükség van. Nem tudom, hogy ez természetesen hogy lesz, de egy biztos, szükség van ennyire. Hallod? És abban a jelenlétben tudtam, megvan. Megvan egy mély belső bizonyosság. Meghallgatta az Ura kérés, és meg is adta. Ez most már megvan. És utána egy-két hónapon belül meglett. Hallod? Hamarabb kell birtokolnod, mint ahogy megvan. Hallod? Hamarabb kell birtokolnod, mint ahogy megvan. És ha birtoklod, meg lesz. Ha birtoklod, meg lesz. És ez az, amikor az Úr kiterjeszti a palástját, rárossza a palástját a gyülekezetre,
és létrehozza, mert ő kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja, azt akarja, hogy megvalósuljon az életedben. Hát ő tudja, hogy itt egyszer élünk a földön, hát ha most nem adja meg, utána már... Hát már kinek kell utána? Hát a mennybe majd nem lesz szükséged azokra a dolgokra. Most van szükséged. Nem? És azt mondja Isten igéje, az én Istenem a betölti, dicsőségesen betölti a szükségeiteket az ő dicsőséges gazdagsága szerint a Jézus Krisztusban. Tehát, ha nem akarná betölteni, akkor miért mondta, hogy be akarja tölteni? Vagy be fogja tölteni? Hallod, ezért, ha szükséged van, ha hitben jársz, az az első, hogy nem magad alá kerülsz, nem kiakadsz, meg mindenféle megkeseredsz, hanem csak rábízod az Urat. Uram, te mondtad minden szükségemet. Te azt mondtad, betölt. Hát te mondtad ezt. Nem én kényszerítettem belőled ki. Ezt te mondtad. Ha meg ezt mondtad, és már mondtál ilyet, hát akkor, hát én szeretném. Hát ha lehet olyat, hogy meg tudsz gyógyulni, hát hülye leszek nem meggyógyulni. Hát ki akar idő előtt elmenni a földről? De emberek, megadta az Úr, hogy ő benne ott van a gyógyulásod. Ha meg van ilyenre lehetőség, hát miért nem használod ki? Hát ha van olyanra lehetőség, hogy a sors romboló erőktől, átkoktól meg tud szabadulni, hát miért nem használod ki, hogy megszabaduljál átkoktól? Ha az Úr akar anyagi áldásokat adni, miért mondod azt, hogy de hát ez jóléti evangélium? Hát én tehetek róla, hogy az Úr jóléti evangéliumot hirdet a szegényeknek. Hát én tehetek róla, hogy a szegénységemet magára vette. Hát miért csinálta ezt? Hát ha viszont ezt megtette, akkor miért nem mondanám azt, hogy Uram, hát ha már ilyet csináltál, akkor ne legyen már hiába való, amit csináltál. Akkor szeretnék belőle élni, meg szeretnék gyógyulni, meg szeretnék szabadulni, áldott ember szeretnék lenni, szeretnék hajén gazdag lenni. Nem? Hát akkor miért ne? Hát ha van ilyenre lehetőség, Árpi, nem? Hát nem akarsz ilyet? Kálmán, te? Hát, Emil, fogadjunk, hogy persze, hogy... Hát ha meg lehet gyógyulni, miért ne? De hallod, de látod, mi van benne ebbe? Az, hogy nekem kell a hitemmel, mert az, aki hisz, az fogja megtapasztalni. Érted? És ezért fontos, hogy a hitben járunk, és ebben a hitben járásban egy csomó minden van, nyomások, olyan dolgok, hogy elmegy a kedved az élettől. Hát minden kipróbálódik a hitet, ha már elkezdesz hinni, akkor ki lesz próbálva az a hit? Hát ne csodálkozz, hogy nehézségeken kell átmenni. Ez hozzá tartozik a hithez. Amikor Jézus mondja, tudod, mondják a tanítványok, mi mindent elhagytunk, mi lesz nekünk? Az most száz annyi lesz mindenből. Megüldözések. Üldözések.
Érted? Tehát ne lepődjél meg ilyeneken. Hát ez hozzá tartozik a hitben járáshoz. De ne a csomaghoz. A csomag tartalmazza. Ezt is. De neked, amikor ezt éled, átéled, tapasztalod, akkor azt kell mondanom, ebből is megszabadít az én Istenem. Ebből is van szabadulás az Úrnál. Mert ez is hozzá tartozik a hitben járáshoz, az elhíváshoz. Nem azt mondta például Sámsonnak, nem azt mondta az Úr, el vagy hívva a filiszteusoktól, megszabadítod Izrael népét. És akkor Sámson várja, hogy minden rendbe történjen. Nem. Fogja, oroszlánnal találkozik, a saját testvérei lekötözik, megkötözik. Igaz, hogy megígértek, mi nem ölünk meg, a piszkos munkára átadjuk a filiszteusoknak, hogy majd ők végezzék el ezt az egészet. Tehát látjátok, hogy nem az van benne, hogy van egy elhívásod, és minden könnyű lesz. Van egy elhívásod, és a te felelősséged, hogy normális maradjál, amíg ebben jársz, a feladatokat elvégzed. De sok minden fog, mindennel fogsz találkozni, ami nem is vagy felkészülve, olyanokkal is fogsz találkozni. De ne csüggedj, mert veled van az Úr, velünk van az Úr. És nekünk a beszédünket arra kell használni, hogy a medrét adjuk meg az életünknek. Hallod? Elkezded az ige alapján, megvallásokat teszel, és medret adsz az életedbe, hogy amikor eljön az a dolog, vagy találkozol azzal a dologgal, már egy ellenerő dolgozik a sátán ellen, a beszédeddel, a nyelveken szólásoddal. Előkészíted a terepet a hit beszédével, a hit szavával. Előkészíted a terepet, de a homlok egyenes másról beszélsz, akkor a beszéded akadályoz, hogy megvalósuljon. Én mindig szeretem tehát kimondani, de belülről fakadóan, tehát nem azért, most nem kell neked ezt utánozni, de utánozhatod is úgysem, hát ha nincs hit ebben, akkor úgysem működik. De én mindig szerettem, hogy olyan helyekre jutok el, ahová nem is képzelem. Olyan emberekkel fogok találkozni, akikkel nem is gondoltam, hogy fogok találkozni. És rendszeresen megtapasztalom, és akkor ott vagyok benne. Ah, hogy? A beszéd az medret teremt. Ezért nagyon... ugye a Makula Pista, amikor mondott, tudod, most, jó, nem azt mondom, hogy most te is a 20 000-eseknek szóljál, érted? De ő látod, tehát az ő beszédében, ugye, hogy azt mondja, parancsol az 5 000-eseknek, a 10 000-eseknek, a 20 000-eseknek, hogy jöjjenek. Most te hiába mondod, neked nem biztos, hogy jön. Ő meg úgy hisz ebbe, hogy jönnek. Tehát az ember a beszédét felhasználja, hogy a jövőbe, hallod, a beszéded az mag, az vetés a jövőbe. Hogy ahogy most beszélsz, azt fogod majd a jövőben tapasztalni. És mondok egy durvábbat, amit most élsz és tapasztalsz, az a múltban levő beszédeidnek a következménye. Ezért kell ezzel vigyázni. És azt mondja itt, hogy oké, akkor hogy megy ez? Azt mondja, mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Tehát miért? Mert aki hisz, az fog megszabadulni. Aki hisz Jézus nevében, aki hitből mondja az imát, az fog megszabadulni. De azt mondja, hogy hívják segítségül azt, amiben vagy akiben nem hisznek. Azt mondja, mi módon hisznek, pedig abban, aki felől nem hallottak.
mi módon hallanának prédikáló nélkül. Tehát miről van szó? Amikor Isten azt akarja, hogy az ő kegyelmének az áldásaival találkozzál, akkor fogsz hallatni prédikálót. Akkor hallanod kell prédikálót, mert máskülönben nem jön létre hit a szívedbe. És vannak némely, már most nem tudok mit mondani, húzatos keresztények, hogy nincs szükség prédikálásra. Nincs szükség olyan Isten tiszteletekre, ahol van egy pulpitus, ahol elhangzik Istenek az igéje, van színpad, van zenekar, van egy prédikáló, vagy több prédikáló. Hát ember, tehát a nagy okoskodásba buta lett. Hát itt van az igében. Hogy hallasz prédikáló nélkül? Sehogy. De ha nem hallasz, akkor hogy lesz hit benned? Mert az igen nem arról szól, hogy az agyadat építsd meg az elmédet. Mert nem az elmédnek a ismeret által nem az fog működni. Az a csak nagy okosságokat lehet pufogtatni. Meg mindenbe bele lehet kötni. De az, hogy működjenek dolgok. Az, hogy megvalósuljon a szabadulás, hogy Istennek a kegyelme felszabaduljon az ember életére, hát az ige megmutatja az utat. Az ige megmutatja. Sajnos most nem jutunk el odáig, amikor például ilyeneket mond a Pálapostól például, hogy követői lettetek Isten gyülekezeteinek. És ezek után hallasz kereszteket, és mondja, nincs szükség gyülekezetre. Hát akkor nem értem a tesszalonikaiak, meg a többiek, hogy lettek követői az Isten gyülekezeteinek, ha nem voltak gyülekezetek, és nincs szükség gyülekezetekre. Hogy tudod követni az Urat? A gyülekezet meg nem gyülevészséget jelent, hanem egy rendezettséget jelent. Egy szervezettséget jelent. És látod, hogyan lehet hitre szert tenni? Prédikálás által. Úgyhogy hallgatod az Isten igéjét. És mi történik, ahogy hallgatod az Isten igéjét? Jön a hit. Hallod, mert tudod, mi a lényeg? Ez óriási. Azt mondja, jön a hit. A hit pedig hallásból van. Ha nincs hited, tud jönni hit. Ha nincs hited a gyógyulásba, tud jönni hit a gyógyulásba. Ha nincs hited anyagi áttörésekre, tud jönni hit az anyagi áttörésekre. Nagyon egyszerűen. Hogyan? Hallgatod. És ha hallgatod, Isten igéjét hallgatod, akkor meg fog valósulni az, hogy a hit egyszer csak bum, ott van benned. Bekerül a bensődbe, a szívedbe. És ha bekerül, az azt jelenti, hogy innentől kezdve babusgatod, adod, hogy nőjön, ahogy a mag bekerül a földbe, és látod, hogy elkezd fejlődni, növekedni. És tudod, mi még egy nagyon fontos dolog a hitben járásban? Hogy Isten nem, tehát amikor például áttörést akar elérni az ember, mert sok keresztény azt is elrontja, hogy vizsgálgatja, vagy a körülményeit vizsgálgatja, hogy hogy lesz ebből áttörés. Ez nem hit. Ez látásban jársz. Isten igé azt mondja, hitben járunk, nem látásban. Ez mit jelent? Hogy ha te azt vizsgálod, hogy a tünetek hogy múlnak el, ez nem hit. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy a körülmények változtak? Ha nem változik, ilyet nem, akkor nem tapasztalod meg. Nem, ez látás szerint jársz. A hitben járás azt jelenti, hogy mélyen, legbelül a szívedbe került az a valóság, és teljesen mindegy, hogy mit mutatnak a körülmények, fog jönni a változás az életedbe. Fog jönni az áttörés az életedbe. Csak maradj meg!
a hitben. És erre mondták régen azt, hogy sok keresztény ott rontja el, hogy amikor látásba kezd járni, akkor fogja, kiássa a magot a földből, és megnézi, hogy most változott, vagy nem változott. És elrontotta. Érted? Azért, mert vagy biztos vagy benne, mert a hit az egy bizonyosság, egy biztosság, hogy az így van, és kész. És erre jön egy cselekedet, hogy ebben biztos vagy, hogy ez így van. Ha nem vagy biztos benne, akkor a cselekedeteid olyanok lesznek, hogy nem vagy biztos benne. Azt fejezi ki az ember a cselekedeteivel, hogy nem biztos benne. De akkor nem is tudja várni azt az eredményt. De ha biztos vagy benne, akkor, tehát Ábrahám és Sára nem azt vizsgálták, most összejön vagy nem jön. Nem ezt vizsgálták. Ők várták, ők tudták, dicsőséget adtak Istennek, megvan, hitében erős lévén, nem kételkedett Isten ígéreteiben, dicsőséget adott az Istennek, és amikor Isten azt mondta, jövő ilyenkorra visszatérek, akkor. Érted, hogy az időzítés az Istennél van. Tehát azért, mert mi gyakoroljuk a hitünket, nem azt jelenti, hogy akkor fog Isten beavatkozni, amikor mi számítjuk ki, hogy mikor kell Istennek beavatkoznia. Ábraháméknak megmondta Isten, visszatérek, ekkor, és Sárának gyermeke lesz. Kész. Tehát az időzítés az Istennél van. Tehát mi ne húzzuk ki Isten elől az időzítés, hogy majd mi megmondjuk, hogy mikor. Amikor ő akarja. De figyelj, tudod, mit vettem észre? Hogy annak, aki hisz, annak teljesen mindegy. Tehát, érted, most természetesen persze nem mindegy, de annak, aki belül meg van győződve, annak mindegy. Hogy most ez holnap, vagy egy hónap múlva, vagy egy év múlva, vagy mikor, de egyszer meg fog történni. És ez elég. Nekem ez elég. És ezért egy békességben, ezt nevezi a Biblia, békességes tűrésnek. Mert mondom, a keresztények azt csinálják, hiszek, látják, nem valósul meg, felad mindent. Vagy hiszek, és rájön arra, hogy hát minek higgyek, hát most úgy sincs, nem történik meg az a dolog. De nekünk úgy kell csinálnunk, hogy nyomások alatt, és békességes tűrés, egy hosszú, és ráadásul békességesen, tehát nem úgy, hogy kiakadsz, mert csak megnöveled akkor a próbának a hosszát. Tehát békességesen, hogy azt mondod, békességem van. Dicsőség azonnak. Én nekem is volt olyan munkahelyem, hogy vártam, mikor szabadulok, mikor, mindent elkövettem. Ha Isten bent tartott abban. Tehát minden lehetőség elment a kezeim közül. És néztem, mondom, ezt nem hiszem el. Ki akarok abból jönni, de nem tudok. Mindent elkövetek, kapcsolatrendszer, minden, és nem jön össze. És persze az első hány év, 5 évben kiakadtam. Nem jön össze. De akkor is megcsinálom, nem jön össze. Isten bent tartott, hogy tanuljam meg, hogy békességes tűrés. És akkor rájöttem arra, hogy Isten ezt várja tőlem, hogy én békességes tűréssel legyek, meg kell változtatnom a hozzáállásomat főnökömmel, munkahelyemmel, hálát kell adnom érte. Magyarországon sok kereszténynek üzenet, hálát adjon a főnökért, munkahelyért, hogy megtanulja, hogy hálaadás. Jó.
Először nyögvenyelősen ment. De hálát adtam. Aztán láttam, hogy Isten nem úgy csinálja, hogy ja, hálát adsz, akkor holnap megváltoztam. Még 10 évet bent tartod, hogy tényleg hálát adok. Csak azért, hogy az ember ne az legyen, hogy egy kicsit kibírom. Hanem végig, hogy tényleg megváltoztál. Tényleg a szíved megváltozott. Tényleg belül megváltoztál. Isten, figyelj, ő meg tudja várni. Ő itt lesz akkor is, amikor mi nem. Ahogy itt volt eddig is, amikor még nem voltunk itt. És csak mi tudjuk elhúzni az időt a hülyeségeinkkel. És azt mondjuk, hogy igazam van. Rá kell bízni az Úrra, hogy a szívünk szabad, tiszta, könnyű legyen. És amikor ebben az öröm, hogy úgy tudsz bejárni a munkahelyre, hogy örülsz, hogy van munkahelyed. Hallod, örülsz. Nem mondja már megint, mit keresek itt. Hát hogy áldana meg Isten azon a helyen? Érted? Azon, érted, már Heródtod van, most mi már... De figyelj, sokkal hamarabb jön a szabadulás. Hogyha hálát adsz. Hogyha örömöd van benne. És hallod, és egyszer csak jött az áttörés. És sokkal jobb helyzetbe, meg sokkal jobb dolgokba kerültem bele, mert megváltoztam belül. Érted? És nem úgy, hogy ezt még kibírom, csak fél évet kell kibírni. Nem. Akár úgy, hogy elengeded, és azt mondod, az így van egész életemben, én akkor is elégedett, boldog ember leszek. Amen. És hálát adok az Úrnak. És hallod, jön az áttörés. Biztos vagy benne, mert Isten kegyelemben gazdag mindenkihez. És ezt akarja, hogy megtapasztalják az emberek, hogy ő mindenkihez kegyelemben gazdag, és alig várja, hogy hívj már segítségül hittel. Én segíteni akarok rajtad. És mondom, ebbe beletartozik, hogy türelmesen át kell menned békességes tűréssel dolgokon. Mert elégedetlen emberekkel nem tud mit kezdeni Isten. Amikor Izrael fiai elégedetlenek voltak, küldte rájuk a mérges kígyókat. Megengedte, hogy mérges kígyók megtámadják őket. És sokszor az ember fájdalmában kiált Istenhez. Azt bírom a legjobban Izrael fiaiban, hogy mindig, amikor valami rossz történt, vétkeztünk. Elrontottuk. Vétkeztünk. Mózes, szólj Istennek. De hát Isten meg látja, hogy várjunk már. Hát ezt te csak azért mondod, mert fáj. Ne rossz. És ebből ki akarsz minél hamarabb szabadulni ebből az egészből. És Isten azt mondja, jó van, adok nektek 40 évet. Csak úgy, hogy érezzétek a törődést. Hogy lássátok, hogy belül változtatok meg. És Istennek ez kell, hogy belül. Most te hiába ígérgetsz Istennek. Isten tudja, hogy azért ígérgetsz, mert hamar túl akarsz lenni dolgokon. Vagy azért, mert tényleg belül úgy gondolod, hogy ez belülről fakadóan van. Tehát az, hogy megváltozott a benső. Szóval vannak érdekes dolgok. És az, hogy el vagyunk hívva, és feladatunk van itt a Földön, ez tudjátok, azt is jelenti, hogy Isten meg akar áldani téged is, és meg akar áldani másokat is, rajtad keresztül. És csak egy dologgal hadd fejezzem be, mert engem nagyon megérintett egy, nem azt mondom, hogy egy ige, hanem három olyan törvényszerűség, ami azt mondják, hogy ezek működtetik a világot. És gyakorlatilag a bibliai, tehát nem azt mondom, hogy a Bibliában van benne, de bibliai.
És az a legdurvább az egészben, hogy ugye ez ilyen törvényszerűségnek mondják az emberek, és az első, azt ti is ismeritek, ugye amikor azt mondja, hogy amitől félsz, az fog megtörténni veled. Így működik ez a világ, hogy amitől az ember fél, az meg fog vele történni. Sajnos, ilyen ez a világ. Lehet, hogy a sátán miatt, mert a sátán, ugye a félelem a sátántól van, és ezért plántálja bele, ülteti bele a félelmet az emberekbe, mert ő így akar, Isten a hitet ülteti bele, és a hiten keresztül dolgozik Isten. A sátán meg a félelmen keresztül dolgozik, és a félelmet ülteti bele az emberbe, hogy az történjen meg. És általában az a tapasztalat, hogy amitől félnek az emberek, az történik meg az életükbe. Ezért ne félj. Most könnyen mondom. De azt mondom, de te nem vagy abban a helyzetben, hogy meg ilyen dolgok. Hát persze, hogy félj. Figyelj, ne félj. Hát Jézus, olvasd végig a Bibliát. Ószövetség, új szövetség, tele van ilyen. Ne félj. Egy a lényeg. Ne félj. De hát nehéz helyzet. Ne félj. De hát mindjárt elsüllyedek. Ne félj. Ha nem csak higgy. Tehát ez Istennek az üzenete. A másikra azt mondják, a törvényszerűségre azt mondják, hogy ha valamit, tehát valamilyen problémát világosan le tudsz írni, akkor már a megoldásnak a felét megtaláltad. Tehát az azt jelenti, hogyha analizálni tudsz dolgokat, utána jársz, tehát nem olyan keresztény életet élünk, hogy ahogy esik, úgy puffan, hanem átgondoljuk, hogy minek mi a következménye, hogy jött az létre, miért jött az létre, milyen összetevői voltak azoknak a dolgoknak, akkor gyakorlatilag a fél megoldás megvan arra a helyzetre. És van egy harmadik féle, az most láttam meg, vagy találtam meg, utána néztem, az meg azt mondja, hogyha értéket tudsz adni az embereknek, a pénz magától fog jönni. Tehát ha az emberektől a pénzet kell, vagyis a pénzükkel, bezárodnak az ajtók. De ha te értékeket akarsz emberekbe befektetni, akkor valahogy az anyagi áldások működni fognak. És ez, ha megnézed Pál apostol, igazából erről írt a Galata levélben, hogy szellemieket, nagy dolog-e, hogy a szellemiekre anyagi dolgok jönnek? Miért? Mert a szellemi dolgok értékek, örökké való értékekről beszélünk. És az örökkévaló értékek megmozgatják a Földön az ideiglenes értékeket. Ezért, ha szeretnél anyagilag előre kerülni, akkor ne okoskodjál, ne furfangos legyél, hogy hogyan juthatok pénzhez. Értékeket keres, amit tehát adhatsz embereknek. És hallod, az evangelizáció ilyen. Amikor Isten munkájába beállsz, és általában az a tapasztalat, hogy akik beállnak az evangélium munkájába, azoknak valahogy anyagi áttörések jönnek be az életükbe. Miért? Nem működik a kenet. Emlékeztek arra az asszonyra, akinek volt egy korsócska olaja, és azt mondja neki a proféta, hogy önts, kérj a szomszédoktól edényeket, és ami ott van olaj a házadba, azt kezd el önteni az edényekbe. Hát ez mi? Ez az evangelizáció, hogy ami benned van olaj, azt add át más edényeknek. És mi lett ennek a következménye? Kifizette a hitelezőit, ez az asszony, megtartotta a gyerekeit, nem kellett tehát hogy elmenjenek szolgálatra, és még maradt is abból a pénzből. Jól tudtak élni.
Mit csináltak? Értéket adtak át. Ami nálad van, azt átadod másoknak, és abból Isten valahogy elindítja, megindítja a földet. Olvasol ilyet Jezreellel kapcsolatban, hogy az Úr parancsol a mennynek, a menny a földnek, a föld a mezőknek, a mezők Jezreelnek, és akkor ontják az áldást rá az emberekre. Ha de ennek van egy folyamata. Fektesd be emberekbe, adjál értékeket embereknek, le önzetlenül, és meg fogod látni, hogy Isten el fog látni, a gondviselésébe fogsz benne lenni, és valahogy Isten, ahogy mondja, hogy a készséges embereknek megnyitja a földnek a javait. Hallod, ma is a föld javai fölött Isten áll. Isten, ha azt mondja, hogy megy az oda, akkor megy az oda. Az most is megy. De ő azt nézi nekünk a szívünkbe, hogy ott van-e a készség. Mert Isten tudja, hogy az életedhez el kell, tehát a feladatodhoz el kell, hogy lásson munícióval. Ő nagyon józan Isten, nem úgy van, hogy szegényen is tudsz élni. Ő nagyon jól tudja, hogy ha a feladatodnak a megvalósulásához pénz is kell. Kellenek körülmények, lakhatás, ház, lakás, autó, meg ilyen dolgok. Hát kellenek, nem? Hát hányatoknak van szüksége autóra? Tartsátok fel a kezeteket bátran. A Jézus nevében az Úr áldjon meg benneteket autóval, Istenek a kegyelme szabaduljon föl az életetekre, és hozza létre az, hogy autóhoz tudjatok jutni a Jézus Krisztus nevében. Amen. Ne álljunk meg itt. Hányatoknak van szüksége lakásra? Házra? Mennyei atyánk, a Jézus Krisztus nevében, most árasz ki azt a kegyelmedet, hogy a testvéreim házhoz, lakáshoz jussanak a Jézus nevében. A te angyalaidat küld ki, kérlek, a Jézus Krisztus nevében, és oldd meg a lakhatással kapcsolatos helyzetüket. Adjál, kérlek, a Jézus nevében, hogy jöjjön össze pénz is, felújításokra, lakásvásárlásokra, házvásárlásokra, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.